mi mozgalmunk az 2014-ben alapult, Független Diák Parlament néven, és ez az Országos Diák Parlament alternatívájaként jött létre, és ekkor gyártottunk javaslatcsomagokat, viszont azt tapasztaltuk, hogy hatalmas az ellenállás, és nem szeretnék ezeket egyáltalán figyelembe venni, és emiatt alakultunk át mozgalommal, hogy ezt minél direktebb, minél határozottabb és változatosabb formában tudjuk megvalósítani, így lettünk Adom Diák Mozgalom, és szerintem ez a mozgalom alakulása egy nagyon meghatározó fordulat volt a mi életünkben. Itt a mozgalom közegében számomra a legmeghatározóbb pedig az október 23-ai kiállás volt, ahol 85 ezer ember gyűlt össze, hogy közösen demonstráljunk a jobboktatásért és szolidaritást vállaljunk egymásért. Amit nagyon látunk már kirajzolódni, az az Adom 10 program. Ugye 10 éves lesz az Adom, meg szeretnénk ünnepelni, hogy mi vagyunk a rendszerváltás óta leghosszabb ideje fennálló diákszervezet, ami politikai pártoktól függetlenül működik. Így egy beszélgetés sorozattal kezdenénk, melyben 10 szemszögből néznénk meg az oktatást, aztán ezt augusztusban egy hatalmas bulival, az Adom Fest-tel zárnánk. Emellett még, ami szerintem fontos lesz így a következő évben, az az, hogy a státuszszörvény, a státuszkót azt teljesen átalakítja, és meg kell nézni, hogy milyen szervezetnek milyen funkciója van az oktatási mozgalmakban. Szeretném, hogyha nekünk nem kéne léteznünk. Tehát a civil szervezeteknek az a funkciója, hogy egy süllyedő hajón a lyukakat valahogy raktapaszolja. Ennek a lyuknak nem kéne, hogy létezzen, és nem kéne, hogy erre egy raktapasz legyen. A célunk, hogy a kormány ezt a problémát gyökerestül meg tudja oldani, és ne kelljen erre külön szervezeteket létrehozni, hogy a kormány által okozott problémákat ne nekünk kelljen megoldani. Szeretnék egy szolidáris, együttérző, együttműködő Magyarországon élni, ahol magyar nem magyarnak farkasa, hanem együtt tudunk működni és együtt tudunk dolgozni azért, hogy az országunk jobb hely legyen. Szeretném azt, ha a gyerekeimnek már nem kellene tüntetni járni egy jobb oktatási rendszerért.